mindenkit a idomba. Most jönnek, válaszolok, hogyan lehet online TV csatornákat nézni, legegyszerűbben, teljes mértékben, legálisan, ingyen. Nézhető. Nem kell önöknek semmi másra szükségük, mint egy a pár operációs rendszere, például Microsoftra, lehet az Windows 7, Windows 10, Windows 8 is, vagy ha nem akarnak, akkor lehet egy legálisan, ami nyitforráskódó, például ilyen Debian alapú, Linuxok, Ubuntu, vagy akármi, vagy Mac-en is működik ez a módszer, meg Androidon is, mi is az, egy böngészőt ki kell választani, böngésző, eddig leteszteltem, hogy működik a Google Chrome-ba, de lehet, hogy a Firefox-ba is működik, az az oldal. Nagyon jó oldal, teljesen nézhető a magyar nemzeti TV csatornák, teljes mértékben ingyen. Az a neve az oldalnak, hogy mediaclick.hu. Szerintem a legjobb, hogyha Google Chrome-ba nézik, elég tökéletesen működött vele. Rá lehet klikkelni. És akkor itt van a... És akkor el kell olvasni, hogy mi a felhasználási feltételek. Nem lehet, most betöltődik, és itt van, hogy élő. Elég nagy oldal, meg van terhelve. És várni kell, hogy betöltődjön. Itt a fajlasában még eléggé lassú interneten van, ami alig 10 megabájt per szekundumos. Ez az internet egyik legnagyobb, vajdaság egyik legnagyobb kábelszolgáltatója adja. Az adott települése, na, ezen betöltődött. És akkor itt rá lehet klikkelni arra, hogy élő, és megjelennek a tévécsatornák, mit is ad ingyen. M1-et, M2-t, M4-et, M5-öt, Duna TV-t és Duna World-öt, meg 7 darab zene, rádió, csatornát ad. Például a Kossuthot, Petőfi, Bartókot, Dankó, Nemzetiségi, Dunavördöt, meg Parlamentit. Meg is nézzük, hogy is működik. Úgy működik, hogy rá kell klikkelni, de itt van ilyesmi, hogy TV. Meg kellett keresni, rá klikkelni például, hogy ezek nem nézhetőek, az M3 az sajnos nem nézhető, mert az kereskedelmi TV csatorna, fizetni kell érte. Akkor rá klikkelünk az élőre, és akkor itt bejön például a M1. És itt nézzünk, hogy az oldal van-e valami hirdető. Nincsen hirdetés rajta. És el fogja indítani. Hogy kell elindítani. És ma látható is. Az én mostan jobban belefogok. Leveszem róla a hangot, de különben rendes, és lehet választani minőséget is. És akkor itt van, hogy milyen minőségben lehet nézni. Lehet nézni 180p-be, 200p-be, 360p-be és 480p-be. Itt sajnos nincs nagy lehetősége, hogy IPTV boxban használjon Android Smart boxokba, mert a netszolgáltatom eléggé lassú netet ad, ami mindössze 10 megabites. Ha két TV-n át nézik valaki 480p minőségbe, akkor nem fogja vinni. Kb. Úgy kell számolni a P-t, hogy livestream esetében hogy 480p, annak minimum elvisz sávszélességből 480 kilobit per szekundumot, és 2x480 kilobit per szekundum, az már annyi, mint 1 megabit per szekundum, és egyszerűen nem fogja vinni, még ráadásul valaki más a számítógépen, például YouTube-on néz filmeket, akkor akadozni fog ezzel. Műsor. Akkor itt tovább nézve, ha van más csatorna, például itt van az M4, és nem szabadna nagyon felhasználni a videóba, mert itt a szerzői jog videme védik. Itt az a... azért mutatom ezt az oldalt, meg mert lehet rajta ingyen nézni. Például van ez az M4 Sport. Szerintem ez le van korlátozva, hogy csak Magyarország területén érhető el. Amit is várok érte el, hogyha ingyen adják, akkor mit is ne, de nincsen, mert reklám pont reklámot adnak, és ez pont elérhető is. Ez is ugyanolyan minőségben nézhető. Eléggé jó. Használható. Ez egyik lehetőség, ez teljesen legális. Ez bármikor, hogyha kimegy valaki külföldre, van netje neki, bérje, hogy mediaclick.hu, és akkor nézhetővé válik. Jó darabig, 2020-ig, ha jól tudom.
akkor van még egy pár oldal, például itt van a Netflix, ott is lehet nézni online filmeket, ami legális, nem kell érte fizetni, de fizetni kell érte. És itt van 11. Hát én nem akarok fizetni érte. Az igazság. És akkor itt van, ha te befizetsz egy prémiumot, csak egy darabban bírod nézni. 8 euró, és szerintem itten a legjobban megéri a 8 euró, 10 eurót, annyi 2 euró, és akkor 2 TV-n át, 2 IPTV boxon lehet használni az accountot. Kettő, hogyha még, ha többen akarják Netflixet nézni, több eszközön, akkor meg 12 euró, és akkor már Ultra HD-ba is lehet nézni. Hát nem, tetszik nagyon. Most nem akarok belemenni, akkor mi is van még, hol lehet nézni csatornákat. Ez lehet, még van egy más oldalak, hol lehet, de azokról nem tudom, mert azok eléggé nem legálisan működnek, még vannak ilyen más IPTV szolgáltatások is, például IPTV Hungary. Ezt valahol lehet nézni? Ez ilyen fizetős, ez is eléggé jó. Akkor itt van, amit ad. Lehet, hogy nem kell felhasználnom az effektjét. Például itt van a Boom TV. Mi sem megy minden nap, azt szerintem lehet nézni ingyen az interneten is, ha jól emlékszek. Itt van egy TG TV csatorna. Boom TV, jelen vagyunk. És rá kell kiknod, hogy élő adás. Azt mondja itten, hogy regisztrálni kell magunkat hozzá. Regisztrálni kell, és akkor lehet nézni ingyen kívánt csatornát. Ennyi, semmi más nem kér. Nem kell fizetni érte, úgy tűnik. Ha nem támogatja a Bonum TV-t, hanem támogatást kér, hogy fel lehessen hívni őket. Majd tovább, mi is van még itten. Van a Konyha TV, az is ingyen nézhető. És akkor lehet indítani, és akkor lehet nézni is, hogy mi kifőznek. Azért, hogy megy a streamük, nézhető. Eléggé jó. Jó, nézhető rajta. Azt mondjuk, az effekt miatt nem használom fel. Akkor mit is ad még? Még ingyen nézhető. Többet nem ad. Ennyi nézhető. Össz-vissza lehet nézni az interneten. 6-8 darab csatornát, meg egy más községi, helyi körzeti tévéket. Azt nem mutogatom egyesével. És olyan szolgáltatók is, hogy lehet nézni többet. Mi mindig nem tiltotta le. Úgy tűnik, hogy újonnan lehet nézni. Tudom, a rekláma egyéb másokkal. Köszönöm a figyelmeteket. Akkor itt van, hogyan lehet nézni az online filmeket. Mindig van lehetőség arra, ha külföldön él valami magyar, hogy nézze online tévéket. Például a mediaclick.hu-n. Teljes mértékben ingyenesen, még egy jó darabig, nem kell ezért külön ilyen szolgáltatást, ami legdrágában ad magyar csatornákat attól könyörögni, de van más, még a goldás, például az IPTV szolgáltatás, ami külföldön is elérhető, van, olcsóban jön ki, mintha
helyi kábel szolgáltatókhoz kell fordulni. Az a lényeg, hogy nem, a legnagyobb értek, hogy ilyen Netflix-re lehet nézni online-on. Netflix-re tehát befizetni, ott kell tanulni angol nyelven, és akkor meg lehet érteni. Sokkal nagyobb médiatartalmat el lehet érni, meg például sok kisebb online TV csatornák is vannak, azokat is lehet nézni magyar nyelven, körzeti, megyei tévék, egyéb mások, sport TV, sportfogadás TV, például lóverseny TV, meg egyéb más tévék, most nem tudom őket. Remélem, hogy önök értették ennek a videónak a lényegét. Röviden el a lényeg a videónak, hogy aki magyar akar nézni, az a szinte a világon mindenhol bír nézni magyar nemzeti csatornákat, meg egyéb más csatornákat, nem muszáj emiatt egy drága szolgáltatást megfizetnie. Ha megjelenik a nemzeti tévékkel, ha nehatán a kereskedelmi tévékkel, akkor még van más alternatívája, például ilyen IPTV szolgáltatások neki, meg egyéb más csatorna szolgáltatások neki, amit lehet nézni. Remélhetőleg ennyi volt a lényeg. Köszönöm a figyelmeteket, ismétlen, szevasztok!